Párbeszéd frakcióvezetője azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnök úrnak. Mi folyik itt címmel? Frakcióvezető asszonyi a szó, parancsoljon. Köszönöm a szót, miniszterelnök úr. Az ember tisztességgel bánik a szövetségeseivel, mondta ön múlt héten egy rádióinterjújában Gruevszkiről. Illetve sokszor hangoztatja azt, hogy mi magyarok dönthessük el, hogy kivel akarunk együtt élni. Nézzük akkor meg egy kicsit, hogy az elmúlt években kikkel akart ön együtt élni itt Magyarországon. Gaid Rasad faraón, szaudi üzletember, aki megvette a régi postaszékházat az ön vejétől, Tiborcz Istvántól. Faraont 25 évig körözte az Interpol, Amerikában pénzmosással, korrupcióval gyanúsították. Ön kijelentette, hogy faraón nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot Magyarországon. Zaid Naffa, Jordánia tiszteletbeli konzulja. Magyar terrorátvilágításon megbukott. Terrorista, faraón jó barátja, akivel szintén Tiborcz Istvánt le is fotózták kávézás közben. Aztán Atiya Hauri, aki szerepel az Egyesült Államok szankciós listáján, az amerikaiak szerint ő Bashar al-Assad véres szíriai diktátor egyik legfontosabb embere. Rogán Antal letelepedési program, kötvényprogramjának köszönhet jutott magyar papírokhoz. Végül Ramil Szafarov, azeri baltás gyilkos, aki alvó örmény katonatársát ölte meg. Ön kiadta Szafarovot Azerbajdzsánnak úgy, hogy pontosan lehetett tudni, hogy azonnal szabadon engedik hazájában. És akkor most itt van Nikola Gruevszki, akit a hazájában két év letöltető börtönbüntetése ítéltek, nem Pityaner dolgokért, többek között egy 500 millió eurós közbeszerzés elcsalásáért és tízezerek illegális lehallgatásáért. Mondja, miniszterelnök úr, önnek miért terroristák, bűnözők, tolvajok, azeri baltásgyilkosok a szövetségesei? Miért ezekkel akar együtt élni? Miniszterelnök úr, nem szégyeli magát, hogy Magyarországot a bűnözők és a terroristák lerakatává tette? Szintén kérdezném, hogy ön mindig hangoztatja azt, hogy egy állam szuverenitása a legfontosabb. Ön most beavatkozik Macedónia szuverenitásába azzal, hogy egy ottani elítélt bűnözőt nem hajlandó kiadni, miközben kérték a kiadatását. Akkor ön miért avatkozik be egy másik állam szuverenitásába, egy másik állam belügyeibe? Köszönöm. Miniszterelnök urat kérem, hogy válaszoljon, parancsoljon, miniszter. Elvesztettem a fonalat, nagyon tisztelt elnök úr. Van, amikor az a baj, ha bejön valaki, van, amikor meg az, ha hazamegy. Nem is tud az ember ezen kiigazodni igazából. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy ami a kiadatási kérelmet illeti, mégiscsak a parlamentben vagyunk, ön is tudhatja, hogy a kiadatási eljárást a magyar bíróságok fogják lefolytatni. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Egy perces viszontválaszra a frakcióvezető asszonyé a szó, parancsoljon. Miniszterelnök úr, szégyelje magát. Folyamatosan kérdezzük konkrét kérdéseket, és én itt mosolyogva, vállat rángatva, egy-egy mondatokban megválaszolja a nagy büdös semmit. Ez nem volt válasz a kérdése, miért támogat ön terroristákat, miért támogat ön hivatalosan, jogerősen elítélt, korrupt bűnözőket. Én értem, hogy elvesztette a fonalat. Pontosan látjuk, hogy az egész Gruevszki ügyben ön elvesztette a fonalat, mert egy darab értelmes választ nem tudott erre a kérdésre adni. Nem tudja megmondani például azt, hogy ön tudott-e arról, hogy Gruevszki Magyarországra érkezik. Önt személyesen megkérdezték ebben, hogy Gruevszki Magyarországra akar érkezni, vagy Pintér Sándor belügyminiszter közvetlenül döntött ebben a kérdésben, ugyanis a magyar papírokat még át sem lehetett utalni a báknak ilyen gyorsan, ahogy ő megkapta a menekültügyi eljárást. Folyamatosan megy a mellébeszélés, a hazudozás, Magyarországot terroristák paradicsomává tette. Szégyellje magát, miniszterelnök úr! Frakcióvezető asszony, úgy gondolom, hogy egy kicsit elragadta az indulat. Megkérdezem miniszterelnök urat, hogy kíván-e válaszolni az elhangzottakra. Parancsoljon! Sajnálom, hogy ön nem éri be azzal a válaszsal, amit most 86-szor fogok itt ma délután elmondani. Magyarországon vannak jogszabályok. Ezek a jogszabályok mindenkire vonatkoznak. A magyar hatóságokra is, és a magyar hatóságok a magyar jogszabályok szerint jártak el. Minden tekintetben. Még egyszer megismétlem, a válaszom az ön kérdésére az, hogy a magyar hatóságok, így hát értem, hogy ön kérdezhet tőlem, de az azt jelenti, hogy viszont válaszolhatok. Nem azt kell válaszolni, amit ön szeretne hallani, amit gondolok.
Tehát a helyzet a következőképpen néz ki. A magyar hatóságok jogszabályok keretei között és szabályosan jártak el. Ami a terroristák dolgát illeti, azt pedig meglepetéssel hallom, mert onnan lehet tudni, hogy terroristák vannak egy országban, hogy terrorcselekményeket követnek el. És az engedi be az országba a terroristákat, aki azokat a személyeket engedi be, akik terrorista cselekményeket hajtanak végre. Szeretném jelezni, hogy önök, mint bevándorlás párti párt, amelyek egyfolytában a migránsok beengedése mellett érvelnek, akikkel a terroristák megérkeztek Európában, önök, mikor a migránsokat támogatják, valójában a terroristákat támogatják. Köszönöm.